Nagyon érdekes. Szevasztok. Szép estét, üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk, csütörtök van. Tehát játszani fogunk. Mégpedig a ti kértétek rovat következő játékával. Ez pedig a Transport Icon Deluxe. Pontosabban annak egy ilyen open source community remake-je. Hát az eredeti game is megvan, mármint az alap game. Nekem az megvan eredetibe. De azt nem erőltetném most, nyilván az lenne az igazi, de hát az azért nem lett volna olyan egyszerű feléleszteni. Így marad nekünk ez a Community Edition. Eredetileg úgy terveztem, hogy mivel hogy open source, ezért Linuxon fogjuk nyomni, és aztán jött az info, hogy megjelent pont ma Steamen, teljesen meglepő. De amúgy is le lehetett volna tölteni ilyen telepítős verzióba. Hát mindegy. Így egyszerű volt, gyorsabb volt, és még az op rendszerem se omlik tőle össze. Legalábbis reméljük. Jó. Hát üdvözlök mindenkit. Ez lesz akkor a mai program. El is indítom a gémet. Ha minden igaz. Garanciát semmire nem vállok, azért egy community fejlesztés. Oké. Picit halkítok rajta. Na, mondjuk kurva hangos. Na, bocsánat. Tudom, family friendly stream, de hát... Istenem. Jó. Na hát, ja, alapvetően a game így fog kinézni. Hol vagyunk? Jó. Hát, én itt most különösebb beállításokat szerintem nem fogok eszközölni. Minek? Inkább kezdjünk egy új játékot. Itt aztán lehet paraméterezni, elvileg új content is van ahhoz képest, ami az eredeti. Ja, szevasztok, sziasztok, szép estét, el is felejtettem, hogy itt kérések is vannak. Igazából para mostanában már így köszön, hogy így el. Sziasztok, szép estét. Na lássuk, hát gondolom ez a default. Alapvetően. Oké. Hát mekkora. Jó nagy térképek vannak. Hát most az, hogy ez mit jelent. Na mindegy, legyen 5-12. Azért olyan. Aha. Jó. Ó, és igen, ezt olvastam is, hogy van valami fejlettebb ilyen térképgenerátor. Hát, akkor próbáljuk ki azt. Tereptípus. Hát, maradjunk a síknál, az a biztos, akkor nem kell annyit tereprendezni. Ez nagyon idegesítő, mert akkor sok a kiadás a tereprendezés miatt. Változatosság eloszlása. Uh-huh. Fogalmam sincs, ez mit jelent. Jó, normál várossűrűség, gazdasági épületek száma sok. Térkép határai kézi. Ja, és akkor itt tudunk kezdődátumot állítani. Hát nem tudom. Mintha úgy érjem lenne, hogy az eredeti 1930-nál kezdődik. Tehát mindegy, legyen 50. Oké, és... Eredeti angol legyen. Jó. Oké. Aha. Oké, görgővet fogok zoomolni be meg ki. Szuper. Jó, hát szokni kell, az biztos. Na mi ez?
acélöntő, ide vasércet kell hozni. Na, várjatok már... Ez vagyok én. Hát szerintem így maradhat is. E. Murphy. Oké, teljesen jó. Építsünk egy székházat. És akkor itt a map. Mind két tojás így van. Hát hova? Little Sir Fingley. Teljesen jó. Ide ledobjuk a székházat. Pű. Na, az már székház. Vállalat értéke 1 font. Infrastruktúra nincs, jármű nincs. Jó, semmi nincs. Oké, hát eddig rendben vagyunk. Aha. Ja, igen, és akkor itt írja, hogy milyen járműveink vannak. Közúti járművek, hajók, repülők. Aha, és akkor itt lehet útpályát építeni. Oké. Világos, minden világos. Picit még halkítok rajta, mert ne legyen probléma belele. Jó. Na, azt hiszem értem. Jó, hát ez meg a sima beállítás. Oké. Jó. Fú, ez is streaming. Hát, véleményem. Hát, nagyon jó kérdés. Nem különösebben van véleményem, hát egy jó engine nyilván nagyon sokan használják. Milyen szempontból kérdezed az a kérdés? Na, akkor meg kéne tanulnunk, hogy mi hogy. Ez vasércbánya, az előbb láttam itt valamit, ahova vasérc kéne. De tényleg jó sűrűn vannak a... Itt is erőmű... Ah, itt van egy fűrésztelep. Acélöntő, ide meg vasérc kell. Jó, minden összeállt. Akkor ide kéne... Hát ezt vonattal kéne hordani csak, nem? Vasútállomás építése... Hát egy vágány... És öt hosszú. Pű. Letettük. Jó, és akkor... Itt hozzuk a vasúti sínt. Itt kell egy kicsi tereprendezés. Hol a tereprendezés? Na csak, ha megtalálnám. Ja, itt van. Oké. Okay. Jó. Na, pörgessük tovább. Ez egy jó, bonyolult... vasútvonal lesz. Szépen eljövünk ide. Jó, bonyolult volt. Na, akkor már csak az lenne a kérdés, hogy... vonatot hogy kell tenni. Jaj, emlékeznék erre. Vasúti járműtelep építése. Vonatok vételére és karbantartására. Akkor egy ilyet le kell ide dobni. Így van, és itt tudok majd vonatot venni. Oké. Na.
Így van. Új jármű. Na, és akkor itt vannak a mozdonyok. Meg a vagonok. Na. Azt mondja, hogy van itt egy ilyen Kirby Pole tank. 64 km per órával tud közlekedni. Hát az még Szabolcsban még most is megállja a helyét. Megvesszük. Hát, ha csak nem ez jobb. Úgy lesz drágább is. Hát akkor egyelőre ilyet veszünk. Hát igen, ezek nagyon drágák már. Jó lenne látni, hogy mennyi pénzem van, de azt egyelőre még nem találom. Hát, para majd lehet, hogy egy paracra, ha más nem, mert láttam, hogy nem nagyon van. De majd meglátjuk. Na, ez itt egy vasérc, akkor ide ilyen vasérc szállító magunk kell. Ilyen. És akkor itt veszünk egy párat. 5 darab vasércet szállít. Jó. Na és akkor ezt valahogy itt el kell indítani, és ott is van. Ott a kis vonat. Itt van egy üzenet, viszont hogy eltévedt. Eltévedt a vonat. Nem asszatok már ki velem. Csak nem kell valamit beállítani. Nem. Hát azért annyira nem bonyolult, szerintem. Na. Szuper, van rajta 8 tonna vasérc. Kész. Ennyi. Ennyire egyszerű. Itt meg is jelent a sajtóban. A menetrend túl kevés utasításból áll, azt mondja. Na várjatok. Hát de itt kellene valamit hackelni. Na várjatok, mert lehet, hogy én vagyok a bomba. Ja igen, oda visszamegy. Akkor lehet, hogy meg kéne neki mondani, hogy hova menjen. Jó, és azt hol lehet? Már csak ez a kérdés. Nem, valószínűleg nem itt. Oké, így meg lehet állítani. Mondjuk nem tudom, hogy... Ó, oké, megvan, itt lehet. És akkor én megmondom, hogy innen szállítson ide. Vagy nem. Ebben a bányáknál kell bármiből teljes berakodás, oké. Okay. Itt pedig teljes kirakodás. Na, mellégom. Így. Talán. Jó. Úgy néz ki, hogy jó lesz. De most már mindjárt kitaláljuk. Megvárjuk. Fú, régen játszottam, mert el nem is emlékeztem, hogy ilyet meg kell adni. Na, most berakottak. Most berakottak. Így van.
itt van a rengeteg vasérc. Tökéletes. Jó, na hát ez itt akkor hordja nekünk a vasércet. Mi van még itt? Itt is van egy vasércbánya. Ez meg egy... Ja, ez is egy acélöntő. Uh-huh. Itt egy szénbánya. Jó. Hát akkor ezeket is itt össze kéne kötögetni. Össze kéne mindenképp kötögetni. Van két szénbánya is, meg erőművek. Hát így nagyon sűrűn vannak ezek a létesítmények. Úgy rémlett, hogy azért nem volt ennyire sűrű a dolog. Na, mindegy, akkor pörgessük. Szuper. Na, lássuk. Akkor újabb vasút. Hát nem kell ilyen hosszú. Arra nem emlékszem, hogy közvetlen mellé kell tenni, vagy lehet kicsit arrébb is. Mondjuk emellé biztos, hogy nem fogod tudni odarakni közvetlenül. Ez egy farm. Na. Hát akkor építsünk kis vasúti sínt. Akkor lehet, hogy ezt ki kéne cserélni ilyen duplára, nem? Ja. Csak attól tartok, hogyha kicserélem duplára. Jó, így rá lehet tenni. Jó, ez szuper. Erre nem emlékeztem, hogy ki kellett törölni. Mert ha ki kellett volna törölni, az felvetett volna problémákat. Micsoda zenes rácok. Elképesztő. Jó, na és akkor hát lehet, hogy ezt is ide összekötjük. Na jó, ez így. Csak mert akkor ebbe a depóba tudunk venni vonatot. Jó, és akkor megint egy vasért szállító kell. Mi a baj? Ja, eltett egy év. Jó, gyorsan telik az idő. Hát kicsit deficitben vagyunk, de hát Istenem. Hát induló vállalkozás már csak ilyen. Na, akkor ezt... A vonat infója kéne. Hol is volt az? Igen, itt. Na tehát akkor ide kéne jönni, és ide, és akkor itt telepakolni, itt meg kirakodni. Na, és akkor kérdés az, hogy most ez el fog-e indulni, hogyha elhúz innen ez a vonat? Ez egy nagyon jó kérdés. Na, ez meg most pont bejött a depóba. Hát ez nem indul el, úgyhogy akkor lámpát kell tenni. Így. Igen, lámpát kell tenni. És akkor ide is teszünk a lámpát. Jó. Rendben van, így akkor már jó lesz. Hát lámpát szemafortna. Zsír. Ha minden igaz, ez is tel fog akkor pakolni.
Ja, jó. Hát itt egyelőre csak ennyi. Ennyi van. Ja, megvárja, még tele lesz. Oké, jó. Hát igen, mondjuk ezt kértük tőle. Jó. Oké. Na. Itt van olajfúrótorony. Olajkút pontosabban. Jó, rendben van. Na, nézzük meg, hogy városok között hogy tudunk utasokat szállítani. Hát itt van egy jó nagy város, ahol amúgy mi is lakunk. És akkor ezt kössünk már össze itt a, ezzel a környékbeli kis falvakkal. Hát város. Hát értitek, igen. 2700-an laknak. Jó. Na, hogy tudok ilyen közúti járművet? Hát nyilván kell majd egy garázs, azt tuti. Itt a busz megálló. Hát, hova tegyük ide? Na, ez most hogy áll? Talán így. Oké, tettünk oda egy busz megállót. Meg kéne ide is egy busz megálló, értelemszerűen. Oké. Meg esetleg ide a szomszéd faluba. Hát focipálya az nagyon kell. 200 embernek. Jó kell, hogy ne kéne. Miket beszélek. Jó, meg ide is rakunk egyet. Így. És akkor ezeket kéne összekötni. Hát ilyen sima úttal. Ez még egyszerűbb lesz. Így van. Ez egy picit már messzebb van. Itt kell egy kicsi tereprendezés. A vonat nem talál utat a célpontjához. Mi a fene? Mi a szabad útra vár? Értem, jó. Mert itt... tehát meg kell várni, amíg beállomása. Aha. Jó. Mindent értek. Na, de folytassuk itt. A lényeg, hogy nagy gond nincs, csak pici torlódás lehet. Valószínűleg azt majd azért meg kell oldanunk, mert így akkor nem túl hatékony, de hát Istenem. Jó, és akkor kéne egy depó. Depó, hát garázs. Ahova a buszokat tudjuk. Hát ez meg... így. Tökéletes, és akkor vegyünk buszt. Na, hát ahogy látom, lehet itt szűrni. Rakomány típus, utas. Hát olyan sok lehetőség nincs, egyféle busz van. 31 utas fér rá. Hát vegyünk párat, nem? Jó. Az sem már annyi ablak van itt nyitva, hogy... követni se tudom. Na, és akkor adjuk meg az útvonalat. Hát... hordjuk be az agglomerációból a népet. Mondjuk innen ide. És akkor... hát, de nem telerakodás kéne. Hát...
Hát, vagy... Telerakni. Itt meg kirakodni. Jó, és akkor itt... Hát, új cél. Akkor innen meg vigye vissza. Tehát, hogy oda-vissza közlekedjen nyilván. Hát a busz az úgy jó, és akkor itt telerakja, itt meg kirakodja. Hát nyilván nem ugyanazokat az utasokat fogja, vagy hát legalábbis gondolom. Na de meglátjuk. Oké, akkor ez megvan. Jó, itt egy másik. Ez mondjuk akkor jöjjön ide, aztán ide, aztán innen meg ide. Jó, és akkor itt belerakjuk, itt kirakjuk, itt visszarakjuk, és itt meg kirakjuk. Jó. Még akkor ezt is össze kéne kötni. Nem bonyolítom. Oké. Na. És akkor ennek megadjuk ezt az egyes járatot. Ez lesz az egyes. Oké. Na, és akkor mehet a menet. Na, most már van buszjáratunk is. Ez is megvárja, amíg tele lesz. Ez biztos jó, ez így? Jó, most még később mindegy lesz, mert elvileg olyan nagyra fognak ezek a városok nőni, itt folyamatosan 1000 számra lesznek utasok, szóval ilyen értelemben tök mindegy. De... Hát, mondjuk látom, el is indult, úgyhogy... Jó, hát nem optimális ez így, alapvetően. Ja, lehet, hogy ez a berakodás, ha lehetséges. Hát, a fene se tudja, mindegy, majd meglátjuk. Most jó ez így egyelőre. És itt ez a buszon már utasok is vannak. 7 darab. 7 fő, pontosabban. Na lássuk, mennyi pénzt hoz a konyhára. Ez a fő kérdés, ugye? £36. Korrekt. Jó, rendben van. Na, kérdés, hogy repteret tudunk-e már csinálni? Tudunk. Kicsi elővárosi reptér. Jó, hát
Kellene valami nagyváros, ezeket most már becsukoltam, mert nem látunk semmit. A mapból, tényleg jó nagy map egyébként. Hát ez tűnik még ilyen nagyvárosnak itt. Lehet, hogy célszerű lenne ide ledobni egy repteret, már most. Oké. Okay. Ezek a városok is viszonylag nagyok. Jó, és akkor ide, a mi székhelyünkhöz egy másik repteret. Oké. Okay. Na, akkor már csak repülő kell. De ott szerintem tudunk repülőt. Ó, és akkor itt többféle dolgot is fogad, ugye levelet is és árut is. Értem. Na de repülőt, ja itt tudunk, igen, a hangárra kell kattintani, és akkor ott a repülő. Hát továbbra is rohadtul mínuszba vagyunk. Hát az baj, de hát ez van. De a vonatok már bevételt termelnek elég jót. Hát jó, mondjuk sokat vásároltunk. Ja. Na jó, vegyünk repülőt. Hol van? Itt vagyunk. Igen. Oké, azt mondja, hogy 20, 25 utas és 4 levél. 65 utas, 8 levél. 30 utas, 6 csomag. 6 levél. De akkor mi a különbség? Na várjunk. Megbízhatóság 65%, 81%, 85%. Hát akkor csak ez kéne, nem? Mondjuk ez még több utast elvisz. Hát egyelőre elég ez a kisebb szerintem. Hoppá. Hát mondjuk pénz nélkül nem fog menni. Ez kétségtelen. Hát akkor... Nézzük meg a balanszt. Nem túl bíztató. Eléggé mínuszba vagyunk. Na, most pluszba. Jó, hát lehet, hogy kérünk akkor kölcsön. Na, azt nem tudom, hogy a pénzemet hol látom. Meg hogy a vonatoknak miért nincs még bevétele idén? Fú. Tehát én nem látom a vonatok bevételét. Na most már jó. Most már van. Jó, jó, oké. Jó, minden világos. Minden világos. Azt hiszem legalábbis. Na mindegy, hát ha már tudunk repült venni. Hát legyen ez, csak ez, csak legyen ez. Oké. Jó, ezt sikerült megvenni. Na és akkor szállítsunk utasokat innen, itt a másik reptér. Premfingburgban. Jó, megint megadjuk, hogy pakoljon tele, itt pakoljon ki, és ugyanezt kéne visszafele is.
hogy is volt, hogy új cél, igen. Így, jó. Így most már talán jó lesz. Itt vagyunk, igen. Jó, és akkor itt megint telerakodunk, itt pedig kirakodunk. És ha minden igaz, így jó is lesz. Na, pörögjöm. Az első repülő. Hová? Kicsit lerobbant a busz az előbb. Szomorú. Jó. Na, nézzük meg ezt a másik repteret. Furcsa módon itt még se utaz semmit. Na hát, ha kicsit növekszik a város, és akkor lesz több. Jó. Oké, hát akkor szerintem vonatozzunk még egy kicsit. Mert hogy... azért ahogy látom, itt van mit szállítgatni. Jó, akkor itt elkezdünk vonatútvonalakat építeni, vasútvonalakat. Na, ez mi? Aha, ez valami élelmiszeripari, de állat, búza és acél kell, hát akkor gondolom konzervüzem. A kérdés, hogy acélt. De ez miért nem termel acélt? Tehát itt a... Érdekes, azt nem értem, hogy itt az acél miért nem jelenik meg a vasútállomáson. Misztikus. Főleg, hogyha ugye, tehát acélgyár. Nem értem. Vagy lehet, hogy csak le kéne tenni, aztán hát ha. Na meglátjuk, akkor szerintem, mert ide is acél kell az állat és a búza mellett, úgyhogy akkor az lesz, hogy innen szállítunk állatot és búzát, innen meg akkor megpróbáljuk az acélt valahogy elszállítani, mert ide csak vasércet kell hozni, más nem. Jó, hát akkor. Oda a termőföld közepére. Ugye biztos. Oké. Picit tereprendez... Hová, picit tereprendezünk. Thank you.
Szuper. Milyen jó kis hidam van. Lehet, hogy tök fölöslegesen, de... De legalább van. Oké. És akkor hogy kéne ezt... Aha, ide kéne. És akkor ott a terepet meg kell egy picit emelni. Így. Csak így meg szerintem majd az utasok is fognak jönni ide a vasútállomásra. Ami nem baj, persze, csak... Az önkormányzat nem engedélyezi, azt mondja. Hát akkor valahogy meg kéne őket kenni. Mármint, hogy valamilyen fejlesztést eszközölni itt a faluban. Na. A vélemény a szállítási vállalatokról szörnyű. És akkor itt vannak ilyen kis ilyen reklámhadjáratokat lehet folytatni. Igen, erre emlékszem, hogy jó drágák egyébként. Hát, nyomunk egy közepest. Hát, ha így most már engedélyezik. Továbbra se engedélyezi. Na, hogy is volt ez, hogy... Lehet, hogy kintebb kéne akkor vinni. Hát igen. Igen, és akkor itt írja is, hogy ha oda letesszük, akkor oda mit kell vinni? És mit termel? Így van, Réfi. Pontosan erre gondoltam én is, csak de majd kitapasztaljuk ezt is, hogy hogy van, mert lehet, hogy itt kéne egy ilyen buszpályaudvar, vagy ilyesmi, és akkor kicsit engedékenyebbek, de majd kiderül. És ide se engedi letenni, aha. Na, várjatok. Akkor lehet, hogy csak kéne ezen még dolgozni egy kicsit. Mit tudunk itt még csinálni az önkormányzatnál? Hát reklámhadjáratot csak. Csináljunk itt egy buszpályaudvart, de hova vigyük az utasokat? Sunwell Ridge-be. Vigyük át oda. Hát, ha azt engedélyezik, próbáljuk ki. És komolyan mondom, erre nem emlékszem, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez működjön. Hova tegyük? Ide. Aha. És itt is írja, hogy busz megállót se lehet. Na, azaz kemény. Nagyon érdekes. Igen, Bedantal, tudom, hogy itt lehet ilyen reklámhadjáratokat folytatni. Az előbb rányomtam már egy közepesre. Lehet, hogy akkor még több kell nekik. Csak az a baj, hogy pénzem még nem igen van erre. Akkor lehet, hogy még várnom kéne egy kicsit itt a dologra. Lehet réf, igen. Rettenetes pénzügyi helyzetben vagyok egyébként. Hát, de egyébként a befektetések miatt amúgy, ha nem veszek semmit, akkor nyilván pluszba vagyok.
De venni meg muszáj. Hát akkor lehet, hogy várunk ezzel még egy kicsit, mert erre most nem nagyon van pénzem, meg hogy mondjam őszintén. Ja. Jó. De a kérdés az, hogy máshol akkor tudok-e építkezni, tehát mondjuk, hát elhordom ezt a fát ide ebbe a fűrészüzembe. Fűrésztelep. Így is jó. Ide azért gondolom le tudom tenni a... Jó, meg ide is. És egy jó, bonyolult vasút vonalat. Hát ez úgy épült, mint a csalagút, egy picit félrement, de hát Istenem. Oké. Jó, ledobunk egy depót. Járműtelep. Járműtelep. Majd megnézzük, hogy át tudjuk-e nevezni a falukat. Szerintem amúgy nem lehet. Bár lehet, hogy ebbe a verzióba lehet eleve nevet adni neki, amikor generálod a térképet, most ezt nem néztem meg. De meglátjuk. Elfogad semmi. Elfogad fa. Jó. Igen, megint csak becsukogatom. Na hát erre nem lerobban a vonatom. Hát nem megbízhatóak még ezek a régi járművek. Jó, akkor... Na, vegyünk ide egy vonatot. Hát igen, ezek még most drágák. Veszünk egyelőre ilyen olcsót, majd ha lesz sok-sok pénzünk, akkor... Igen, bedantolja. Jó, úgyhogy akkor... Ide kéne fa szállító vagon. Itt van. Ja, kicsit várnunk is kell majd valószínűleg, hogy legyen még pénzünk. Jó. Na és akkor útvonal. Innen kellene ide jönni. És akkor rakjuk tele, ürítsük ki. És pöröghet a dolog. Szuper. Slarwood erdő. Nice. Itt is van egy erdő. Szerintem ezt is akkor kiaknázzuk itt, hogyha itt a helyiek engedik. Persze. Tényleg nagyon sok üzem van. Ó, itt van olajfinomító, és mintha úgy emlékeznék, hogy... Igen, lehet, hogy egy kicsit sűrűbbre generáltattam a térképet, mint kéne. Valamire úgy emlékeztem, hogy olajat csak vízen lehet vinni, tehát hajóval. De most gondolkodok, hogy ez egy másik játék. Az anno 1800-ban van úgy. Na jó, mindegy. Csináljuk meg akkor ezt a... ezt az erdőt. Hát megyünk itt a szántóföldön. Talán földmunkára sincs pénzem, srácok. Ez nagy baj. Lehet, hogy akkor várni kell egy kicsit, hogy legyen pénzünk. Megvárjuk. Itt van egy jármű,
Most azon gondolkodok, hogy ezt is lehet, hogy munkába kéne állítani. Mert hogy ugye az a gép a rossz, ami áll, mármint hogy az a ráfizetés, az kerül a legtöbbe, amelyik áll. Úgyhogy lehet, hogy ide át kéne hozni egy utat, csak az is sok pénzbe kerül. Jó, hát csináljuk, próbáljuk meg akkor ezt, mert ez egy elég nagy távolság azért. Jó. Ide kéne egy híd. Ja, lehet, hogy... Igen, így logikus, tehát világos, hogy nem egy pontba kell letenni, és az ott pont jó lesz, csak ott egy kicsi talajmunka kell majd. Meg még több pénz. És hogyha itt már el tudom húzni, ja, már csak pénz kell hozzá. Hát nagyon egyszerű amúgy. Ez is csak pénz kell. Jó, egyébként itt van az aktuális lóvé, hogy éppen mennyi pénzem van. Így van. És ugye azért van itt pirosban, mert hogy ugye van kölcsönöm, amit majd előbb-utóbb azért illene visszafizetni. De hát ráír az még. Mert hogyha fölpörög a biznisz, akkor visszafizetjük. Elvileg már van annyi pénzem, de mindjárt így van. Jó, na és akkor ezt a boost, ezt elküldjük innen ide. Aztán vissza. Ott a repülőm. Azok a fák nem a legjobb helyen vannak, de hát Istenem, nem lehet minden tökéletes. Jó. Szuper. Na, akkor indítsuk is útjára. És akkor most már ez se csak áll a garázsban, hanem termel is. Szerintem visszamegy magától, csak nem vesz föl utast. Tehát, mert ezt ki kéne próbálni. Én úgy emlékszem, hogyha csak egy irányba adod, akkor innen elszállítja az utasokat ide, de akik itt vannak, azt nem veszi föl, hogy visszavigye. Legalábbis én így emlékszem, hogy meg kell adni, hogy ott is föl kell töltenie magát. Oké. Aha. Full load, unload. Aha. Na, várjál. Csak mert itt... Hát, őszintén szólva... Én tényleg csak annyit látok, de lehet, hogy igazad van, csak én nem látom most. Tehát itt telerakodás. Megnézzük majd a következő járatnál, mit csinálunk, kipróbáljuk.
Lehet, hogy neked van igazad, csak én bonyolítom túl. Na most ugye odaér 31 utassal. Ezt kipakolta, és nem pakolja. Ez érdekes. Hát jó. Mindegy, így most tele van, az biztos. Jó. Közben már ránézek itt erre az erdőre, amit elkezdtünk, mert lassan szerintem már, hát még azért sok pénzem nincsen, de valamit fogunk tudni csinálni. Például ezt le kéne cserélni egy ilyen dupla megállóra. És akkor elvileg mindig kell egy kis tereprendezés. Akkor, ha minden igaz, már ha más nem, legalább ez megépül. És akkor hát kéne még ugye vonatot is venni. Meg kell egy depó. Hát lehet, hogy túl sok ilyen depót csinálok. Lehet nem kéne ennyi, lehetne kicsit okosabban szervezni itt a dolgot, de hát így indulóba szerintem jó ez. Aha, és akkor most megint egy kicsit megcsapadt a pénzünk. De várunk egy kicsit, és akkor mindjárt lesz. Itt egy nagyon érdekes üzleti lehetőséget látok. Minimális befektetéssel az olajfinomítóba az olajat el lehet vinni. Ha jól tudom, azt is lehet vonattal. Így van, olajszállító vagonjaja. Hát azért még mindig nem az igazi. De legalább már azért jóval kevésbé vagyunk mínuszba. Ja, mondjuk egy járművet nem is vettünk, mondjuk sokat építkeztünk. Oké, na hát próbáljuk meg megvenni ezt a vonatot most már. És akkor itt is fát kell szállítanunk. Na, és megérkezett valami szállítmány, hogy akkor tudunk venni. Rossz depó? Nem. Ó, bazd meg. De rossz depó. Ó, fene egye meg. Igen, ez a Starwood, ez ez. Jó, hát akkor át kell vinnünk a vonatot oda. Ami annyira nem bonyolult. Nem figyeltem a fenéje meg. És így akkor kell egy lámpa ide. Jó.
Jaj, itt több feljelző is van. Oh. Jó. Hát ezt erre sem emlékszem. Na jó, hát akkor indítsuk el ezt a vonatot. És akkor hát innen ide. Nem egyszerű. Itt telerak, itt meg kirakod. És akkor... Hát... ez így nem lesz jó. Már most látom. De jó, jó. Nem jó. Hűha, vannak bajok. Teljesen elrontottam. Ajaj. Jó, na akkor te állj meg. Ki, azt hiszem. Fú, ezt ki kell tapasztalni, hogy hogy van. Hát, vagy csinálunk ilyen parkolópályát. Ilyet lehet szerintem. És akkor ide be tud jönni a másik vonat, ha esetleg van szembeforgalom. Ó, csak... Hát ez már nagyon este van. Na, várjatok. Hát mondjuk... Hát nem vagyok vasutas, ez már látszik. Meg kell, hogy mondjam őszintén. Rakjak duplát és jó van az új. És az melyik a dupla? Vagy rakjak kettőt? Hát azt tudom, hogy... Nagyjából. Mondjuk lehet, hogy ide nem kéne. Meglátjuk. Elindítjuk. Hol a vonat? Igen. De ide se kéne. De ezt hogy tudom kitörölni? Hát mondjuk így ki tudom törölni. Bíztam benne, hogy van ilyen... Nem, ezt valahogy pedig rémlik, hogy ezt le lehetne törölni, csak... Hát... Így szerintem jó lesz.
hol a másik vonat? Ja, az már itt van. Jó. Látom már. Ez már jó, oké. És itt is van egy jelző, de az miért van ottan? Ide nem kell jelző, minek? Ezek most nem tudnak elvileg egy pályára menni. Ez egy fölösleges. Erre el tudom törölni, aha. Oké, kösz a tippet, köszi. Na, úgy tűnik, hogy működik. És akkor szerintem innentől kezdve ez már alapvetően fölösleges is, de mondjuk... hát lehet, hogy nem, mert... Lehet, hogy akkor ez a vonat ebbe a depóba megy mindig majd. Menne. Hát most nem tud nyilván, mert kitöröltem. De akkor lehet, hogy ide fog jönni. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy... szerintem lehet, hogy simán csak abba a depóba megy, amibe be tud menni. Jó. Na, közben elég sok pénzünk lett. Úgyhogy... lehet, hogy megépítjük ezt a elképesztő olajbizniszt. Ugye nincs hatáskörbe elfogad olaj. Nem fog megtérülni. És hogyha kis vonat, hát, tehát hogyha csak néhány kocsi megy ilyen olajszállító, mondjuk kettő. Hát 81 ezer liter, az ott 30 ezer. Hát igazad lehet. Igazad lehet. 3 busz. Akkor lehet, hogy inkább autóval kellene már, mint hogy terautóval. Na várjára. Most csak elmegyek egy garázshoz, megnézem, hogy mennyi az annyi. Ja, de olyan, itt csak buszt tudok venni, várjál. Fú, már kezdek összekavarodni. Ja nem, csak jó, át kell kattintani, hogy minden rakomány látszódjon. Aha, itt van olajszállító. És itt 21 ezer liter. Nem van, csak szerintem elrontott, ne, csak az utas látszódott. Hát akkor lehet, hogy kicseréljük buszra a vonatot. Ami érdekes, de... Na, hol van? Itt van.
Na és akkor ledobunk egy garást. És akkor, hát, megyünk kettőt, hármat. Megyünk egy előre kettőt. Oké, és akkor ezt is. Aztán mehet. Oké. Hát aztán meglátjuk. Emlékszem, hogy itt régen is itt mindig ilyen írdatlan mennyiségű ablak volt ilyen hosszabb játék session után. Csak hát ugye akkor még a monitorok nem ekkorák voltak meg a felbontás, úgyhogy ez egy kicsit máshogy nézett ki. Na, most már vastagon pluszba vagyunk. Vastagon pluszba vagyunk. Mondjuk annyi befektetésünk se volt szerintem. De most már azért a termelés is elég jól látszódik. Hát mondjuk tavaly se volt rossz, de ebben az évben kifejezetten jó volt. Hát igen. Jó. Na hát... meglátjuk, ha itt nagyon felgyülemlik az olaj, akkor veszünk még teherautót. Jó, rendben van. Akkor, hát ha már itt vagyunk, akkor lehet, hogy ezt össze kéne kötni busszal. Na, itt nagyon jó véleménnyel vannak rólunk. Ez szuper. Hát itt csak jó. Hát jó az. Akkor lehet, hogy itt építünk egy busz közlekedést. Hát a lovas szobrot csak ne dúrjuk le. Szerintem nem is lehet. Gondolom. Hát le lehet. Na. És ennek ellenére még mindig nagyon jó véleménnyel vannak róluk. Lehet, hogy nem is szerették a helyiek azt a lovasszórat. Jó. Oké, és... és akkor ide áthordjuk a utasokat. És van valami parkféle, nem pontosan látom, hogy mi az. Hát mindegy. Ide ledobjuk. Jó, és akkor... hogy kéne? Hát csak megint le kell rombolnunk egy kis parkrészt. Ez szomorú, de hát ez van. De kell egy híd. Később jó lesz ez a masszívabb híd. Jó. Na, és akkor a kérdés az, hogy hát csak ebből a depóból kéne a buszokat vezényelni. Szerintem ez működhet. Építünk ide utat, bár nem biztos, hogy ez megéri. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna ide letenni. De most egy csomó pénzt elköltöttem útra. Na, nézzük. Hát még mindig ez az egyféle busz van.
Úgyhogy akkor veszünk hát egyelőre egyet. És akkor most kipróbálom, hogy itt van teljes berakodás. Ja, és be tudom kattintani mellette ezt is. Oké, jó, azt hittem, hogy csak az egyiket lehet. Így akkor most már értem, Antal, gondolom erre utaltál. Így akkor most már értem. Jó. Na mehet. Akkor majd a többinél ezt meg kell javítani, mert... És hol van puding buri? Aha. Jó, hát akkor erre lecsapunk, ha már úgyis támogatást adnak rá. Akkor pörgessük meg. Hát, hogy lenne jó. Meg majdnem mindegy. Lehet, hogy inkább ide kéne. Ledobjuk ide. És akkor, hát itt remélem van út, az a baj, ezt így nem lehet látni most. De gondolom van út. És akkor ide hozzuk el a utasokat. Új gőz, gőzmozdony. Jó. Oké, és akkor még ezt gyorsan befejezzük. Hát ide is jó lenne a belvárosba. Hát letesszük ide. Jó, ez itt. Jó, depó. A város közepére. Oké. Na, és akkor ide is veszünk egy buszt, egy előre, aztán valószínű kelleni, ha fog itt több is. És akkor megadjuk az úti célt, és pöröghet. Új repülő. Na, ez már sugárhajtású. Jó. Hát gondolom erre még azért most szerintem nincs szükség. Bár megnézem a repteret, azért szerintem olyan irdatlan forgalom még nincsen. Utas forgalom. Na, ha megtalálom persze. Ezt én tettem le ide. De mi a... meg mikor? Mert én ide raktam egyet. Hát azért van utas csomag meg pláne. Itt meg itt a másik reptér. Itt is van. Bőségesen. Hát, nézzük meg akkor azt a repülőt. Most végül is van pénzünk. Típus nagy repülőgép. Annak, hát, jó ez a reptér neki? Mert, mintha rém lenne, hogy itt vannak nagyobb repülőterek is majd. Aha, lehet, hogy ennek már ilyen kéne. Hát... fene se tudja.
Mindjárt megadok neki egy úti célt. Hát végül is tudja. Egyelőre legalábbis nem reklamál. Na. Működik. Hát igen, ez már halad. Mondjuk valóban lehet, hogy ennek már nagyobb reptér kéne, de hát... Igen, ez baj. De akkor miért... És akkor nem tud leszállni? Hát végül is leszállt. Jó, de az már most akkor tudjuk, hogy ennek nagy reptér kell, bár itt a kicsin is el van. Jó, hát legyen így akkor. Oké is. Jó, rendben van. Na, építkezzünk tovább. Nézzük meg itt a környékben, hogy mi a helyzet. Ez most nekem mindig fog itt reklamálni. Hát, megjavítjuk majd. Vagy csak simán beküldöm a hangárba. Le is robbant. Oké. Hát akkor így előre ezt kivonjuk, aztán majd upgrade-eljük a repteret, és akkor jó lesz az. Csak most még korai ilyen nagy repteret rakni szerintem. Bár azt nem tudom, hogy mennyibe kerül. De gyanítom, hogy ez még most... Hát korai ez még szerintem. Még úgy is, hogy azért van utas is, meg csomag is. Na jó, egyelőre akkor ezt eladjuk, csak hogy ne vigye a pénzt fölöslegesen, és akkor hát majd upgrade-eljük a repteret. Na közben nézem, nekem meg már van kerítésem, meg melléképületem. Mondjuk út még mindig nincs, de mindegy. Csak mert ez a fő hadiszállásom. Oké. Na, akkor itt a környékbe kéne tevékenykednünk. Meg itt az acél. Itt még mindig nincsen. Jó, itt hogy vagyunk az önkormányzatnál? Nagyon rosszul, az baj. Hát akkor nem erre építkezünk, az a biztos. És akkor itt van Vasérc bánya. Aha. Na, megint masszív pluszba voltunk. Jó, szuper, szuper. Jó, oké.
Hát, ha egy üzlet beindul, szokták mondani. Na, itt van egy szénbánya, itt meg egy erőmű. Hát, adódik, hogy ezt össze kéne kötni. 126 tonna szén. Hát, azt nem tudom, hogy most sok vagy kevés. Megmondom őszintén. Hol van még szénbánya? Keressünk szénbányát. Itt van. Ez 63 tonna. Hát az kevesebb. Ez 81. Ez 50. Hát akkor ez a 126, ez ezek szerint akkor soknak számít. Akkor ezt kiaknázzuk. És hát erre a távolságra már azért a vonat szerintem működhet. Az R működik így is. Remek tippeket kapok itt a chaten. De itt alagút, alagút is van. Hát ez most pont nem adja ki jól. Tereprendezés, tájrendezés, itt van. Oké. Okay. Jó. Na, közben nézem, hogy hova kell kiukadni. Hát nem mondom, hogy szép, de szerintem hasznos. Mármint, hogy rendben lesz. Leteszünk ide is egy járműtelepet, és akkor vásároljunk. Lehet, hogy most már veszünk valamilyen frankó vasúti kocsit. Vagy hát mozdonyt, pontosabban. Melyik is volt? Ez az stock, ebből van nekünk sok. Ez is halad alapvetően. Háromszor akkora teljesítménye van, majdnem, hát bőven. Ez még jobb, hát gondolom akkor ugye, hogy haladunk lefele, egyre jobb lesz. És hát nyilván egyre drágább. Mondjuk pénzünk van rá, kérdés, hogy... Az 2000 font per év, ez picit drágább. Hát nézzünk meg egy ilyet, hát most miért ne? És ide pedig akkor szén szállító vagunk kell. Hát, megyünk vagy 6-ot. Gondolom az nem olyan kevés és nem is olyan sok. Adjuk meg az úti célt. És mehet. Még egy ide férne. Jó. Szuper. Hát itt pont nem vagyunk, úgyhogy... Mondjuk az... Gondolom azért zár be, mert nem szállít oda senki. Ellátási gondok miatt. És hogyha elkezdünk ide szállítani, akkor is bezár? Ez ilyen költői kérdés. Mondjuk akkor elszállítunk ide, az kész.
Jó, majd ezt is megnézzük, csak még egyelőre. Nem tudok valahogy ideugrani. Ó, tudunk vonatnak nevet adni, ez zseniális. Erre nem emlékeztem. Na, most teljesen elvesztettem, hogy hol vagyok. De ez a reptér mit keres itt? Ez ilyen misztikus. Nem tudom, hogy került oda. Biztos nem én tettem le. Jó. Oké. Hát akkor reméljük, hogy ez is most már itt beindul majd. Úgyhogy itt nagyon tekergetem a térképet, csak próbálom feltérképezni, hogy hogy is vagyunk. De jó, oké. Jó, azon szépen meg is indul. Tök jó. Na, kicsit nézzük meg. Rengeteg utas van. Hát itt mondjuk annyira nem. Nem megbízhatóak még ezek a régi járművek. Jó, hát akkor nézelődjünk még itt a környékbe. Itt van egy farm, erőmű, nem is tudom, itt mondjuk ezt lehetne szállítani, itt elég közel van, szóval lehet, hogy simán teherautóval. Folyamatosan lerobbannak a buszaim, nézd meg, itt is lerobbant egy. Rettenetes. Na várjunk. 100 tonna fa. Jó lenne tudni, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hogy itt most indult el. Itt 135 tonna van. És csak a 39%-át szállítottam el. Itt 117 tonna van és 69... Aha. Jó. Lassan kezdek rájönni, hogy hogyan is működik ez a dolog. Jó. Oké. Okay. Hát Pepe vagyok, lehet. De itt az 50-es években azért ez még előfordult bőségesen. De való igaz, hogy lehet, hogy, hogy azért a karbantartás az igazi. Na, vegyünk olyan járművet, amivel fát lehet szállítani. Vegyünk vagy kettőt. Oké, mehet. Hol a másik? Itt van. Jó, ez is megadtam neki jól. Igen, mehet.
És ott tele is van. Nyilván, mert megvárja, míg tele legyen. Jó. Ezt is majd monitorozzuk, hogy mennyire telítődik. Akkor ide is ránézek. Hát ez telítődött. Nem. Nem telítődött, bocsánat, én néztem félre. Jó, jó. Igen, mert ilyen 30 ezer liter fél egy ilyenbe. 21 ezer. Jó, hát akkor lehet, hogy tényleg ez a kettő ide bőven elég. Jó. Oké, nézzük itt a... Az viszont nagyon sok. Ez nagyon sok. Ide még kell busz. Ide még veszünk buszt, ez nagyon sok. Veszünk vagy hármat, meg ez már lehet, hogy sok, de... Na. Csapassuk. Mehet. Oké, és ennek is megadjuk. Oké. Mert rengeteg utas van. Oké. Jó, nézzük a többit. Hát, meg kell szokni, srácok, tényleg, hogy hogy. Na, most már becsukogatom be, már kezdem elveszteni a fonalat. Jó, hát ez gondolom... Hát igen, ez az, hogy ez is most áll. Lehet, hogy ez túl közel van. Jó, hát ezekkel még mindig rossz vagyunk. Jó, se lehet ilyen nagy beruházásokat is csinálni. Uh-huh. Hát, nagy reklámhadjáratot nyomjunk egyet. Hát, ez nem tudom, mennyiig segít. Ideiglenesen javítja az állomásaid minősítését. Akkor ez lehet, hogy csak így átmenetileg ad valami kis pluszt. De ez nagyon sokba kerül. Ennyi pénzünk nincs is. Hát akkor még ezzel még mindig várunk egy kicsit. Jó, hát itt a környékben... Akkor különösebben nincs. Na és végre pluszba vagyunk. A kölcsön ellenére. Szuper, szuper. Termelünk, termelünk. Jó. Na mi van még itt a környékben? Itt van szén bánya. Még egy erőmű. Itt is van egy szénbánya. Aha. Itt vannak ilyen nagy városok. Hát nem tudom, hogy vonattal itt mennyire lehet, bár lehet, hogy azok, ahhoz még kicsik ezek a városok. De nem növekednek. Ja, itt, aha. Hát, na jó, de... Baszk. De ha nem engedi, érted?
Tehát innen kéne acélt szállítani ide. De hát hogyha nem tettek le állomást, akkor hogyan? Tehát nem engedi az önkormányzat. Mindegy, engedjük el. Jó. Új bankot építenek, Puddingburg. Fú, ez a bank, ez hogy is volt, hogy... Itt is rengeteg utas van. Hogy... Az Cargo, ugye? Értéktárgyak, aha. Csak hát akkor oda kéne letenni a hatókörébe. És azt hova tudom elszállítani? Máshol van bank, gondolom. Csak a fene se tudja, hogy hol van még bank. Na, az volt még a nagy biznisz, ha jól emlékszem, az ilyen értéktárgyakat szállítani. Hát máshol nem nagyon látok bankot egyelőre. Nem, jó. Hát akkor ezt a bankot még nem erőltetjük egyelőre. Itt van. Például, de hát ez írdatlan távolság. Ilyen távolságra nem biztos, hogy megéri. Már fene se tudja. Jó, na hát akkor még itt mondnak ezen a részén kéne tevékenykedni. Itt van egy olajfinomító például. Ez 4800 liter olajat termel. Mennyit termel a másik? Ez 7200, ez még kevesebb. Tehát akkor... Aha, erre a távra se kéne olyan nagy vasúti közlekedést izzítani. Jó, hát ezt kiaknázzuk akkor. Oké, és ide. Megint fordítva. Így. Oké, és akkor egy olaj szállító. Hát, kettő elég egyelőre. Lehet egy is elég lenne, de azért ilyen távra lehet, hogy kettőt már érdemes járatni. What? Jó, oké. Okay. Hirtelen nem
Tudtam, hogy rányomtam el, hogy nem, de rányomtam. Jó. Ablakhegyek. Szuper, szuper. Oké. Na van itt a környékben szénbánya. Hát itt van. Ez igen messze van azért, és nem biztos, hogy megéri. Mert 128 tonna az nem rossz. Itt innen mennyit szállítok? Ez 120. Hát, vigyük. Vigyük. Most azt keresem, hogy ilyen élelmiszer, vagy konzerv, vagy mi ez a gyár. Na, most leteszem csak simán ide. Tehát, hogy ez a gyár van-e máshol. Mert itt van egy acél öntő. Hello, kekerényi. De akkor lehet, hogy csak annyit csinálunk, hogy itt lesz egyelőre egy vasútállomás. Ahova szenet szállítunk. Mert mondom, ezt kéne itt megpújítani, ezt a várost, falut, önkormányzatot. Na mindegy. Majd lesz sok pénzünk, akkor jó, lefizetjük őket. Jó, kéne egy depó. Mindig depót mondok, járműtelep. És akkor egy vonat. És szénszállító vagon. Veszünk hetet. Hát mondjuk nem kevés, de hát legyen. És akkor pörgessük be. És mehet is. Hát igen, Pepe vagyok. Úgy kéne csak most még először úgy beindítanám a dolgot. Az az igazság, hogy majd, hogyha már tényleg úgy picit úgy jobban látszódik itt a közlekedési hálózat. Mert ugye most még itt csak itt vagyok ezen a régióban. Hát ugye az se szerencsés, hogy nagyon ilyen egy-egy vonal van, mondjuk. Szóval valóban jobb lenne több vonatot járatni, ha van annyi. Simán Pepe, oké, és megjegyeztem. Így van, a fonódó pontosan, pontosan. Arra gondolok én is, mert most még ez nagyon ilyen, hát hogy mondjam, ilyen sporadikus az egész, mint majd optimalizálni lehetne, hogy így a ilyen depókat is, meg úgy mindent. Már van itt egy ilyenem, de tök fölöslegesen, még csak egy vonat jár. De nincs is olyan nagy termelés amúgy, hogy igényelni. Hát talán majd később. És ültessek sok fát az önkormányzatnak, ott lehet csinálni. Sok fával. Ja, hogy így... Ezt nem is tudtam, hogy lehet ilyet.
Jó, mondjuk itt kurva sok fa van amúgy is. Már bocsánat, hogy így mondom, de... Na, most már közepes. Hol az a fa? Én meg még azt hittem, hogy ilyen édetlen kiadásokba kell magam verni. De jó, én nem is tudtam, hogy van ilyen. Na, na, közkekerínyi a tippet. Hát, akkor ezt... Most itt ki is aknázzuk ezt a lehetőséget. Mert én mit is akarok ide? Azt mondja, élelmiszert szállítani ebbe a gyárba. Ugye, élőállat búza és acél innen. De ez miért nem termel acélt, vagy én vagyok a hülye? Csak mert vasércet szállítok. Akkor itt miért nem látszik az acél? Az állomáson miért nincs acél? Kérdezzek mást mi? Ja, értem. Csak azért, mert a többinél se látszódik. Jó, értek mindent. Értek mindent. És már van utasszállító. Aha, jó. Oké, értem. Na, hát akkor itt megint egy kicsit fejlesztenünk kell, mert itt ugye két helyről szállítok vasércet. És akkor egy picit itt növelni kéne a sinek számát. Még egy picit bele is kéne nyúlni, hogy a logikusabbnak tűnjön. Ez a szemafor nem tudom miért van itt. És akkor ez most már nem ide jön majd. Hanem oda. Reméljük. Ez pedig ide jön. Várjunk, ennek viszont akkor nem lesz depója. Oh shit. Le is robbant egyből. Nyilván. Hát akkor csak behúzom ide. De oda meg nem tudom, mert ott van szemafor. Teljesen össze fogom itt zavarni a dolgokat. Ez katasztrófa. Köszi para, rám fér. Itt a káosz az... Teljesen eluralkodom. Na. Oké. Azt hiszem. Hát ide biztos nem kell vasút is én. Mert akkor ide se. És akkor ez pedig... lesz az a vonal, ami megy ide a gyárba, ide. Nagyon csúnyán építkezek, meg kell, hogy mondjam. Hová?
Jó, de ez itt még mindig nem az igazi. Igen, depóhoz kellene, de itt is van depó. Tehát ez a depó ellátná ezt a vonalat is, szerintem. Rettenetesen néz ki. Nem is tudom, hogy itt hogy. Hát talán. Talán rá van ez itt kötve amúgy. Rá, jó. És akkor még ide kéne egy ilyen. Hát építhetnék, amúgy csak bonyolítom az életemet. Na, akkor egy mozdony, és akkor acél szállításhoz kéne. Itt van. Hát egy párat veszünk. 7. Jó. Na és akkor ennek pedig megadjuk, hogy innen kéne szállítani acélt ide. Mondjuk egy ilyen távra nem tudom, miért vonatot erőltetem, de mindegy. Berakodás, kirakodás, mehet. És nem megy. Lehet, hogy egy hátrébb kéne rakni. Nem lehet áthelyezni, mi? Igen, foglalt a pályája. Talán, hogyha ez elmegy, akkor ki tud jönni. Mert itt van szemafor. Erre is van. Na hát, ha most ki fog tudni jönni. Oké. Oké. Hát nem az igazi, mondjuk. Igen. Ez itt berövött most teljesen. A jármű telepen nincs vonat. Itt van egy vonat. Ugye? Aki rakodik. Elostóbb soros. Hát igen, ez amúgy 94-es az eredeti, ez egy remake, de azért megtartották a feelinget. Hát ez szívás. Amúgy alapvetően. De mindjárt javítunk rajta. Hogy kéne. Itt jobbra. Ez az acélos vonat, ugye? Nem. Nem, ez nem az acélos vonat, ez vasércet hoz. Van most már helikopter is.
Ez itt valamilyen nagyon beakadt most. Igen, hát igazad van, kekerényi aja. Jó. Megjavítom. Nem tökörészek itt. Oké. És akkor... De ez a vonat itt... Miért áll most? Ezt az acélt kéne elhordania ide, ugye? Totális káoszt csinálok. Ja, nem is az, várja, bocs. Ah, ez az. Hát mondjuk ebben, igen, akkor lehet az, hogy várja a vasércet, hogy a gyár tudjon gyártani. Igen, valószínű ez a gond stopsoros a mával is, hogy... Hát, hogyha én rakosgatnám le a szemaforokat, akkor biztos, hogy totál káosz. Na jó, most elindult, igen. Ja, oké. Minden világos. Minden világos. Akkor ezzel még javítunk egy kicsit. Nevezetesen, hogy ez akkor... erre a vágányra jöjjön. Ezt itt elbontjuk. Hogy kéne, hogy ez... Mindjárt jó lesz. Meglássátok, hogy tök jó lesz. Ez jön ide, és ennek van itt egy depója. És ennek is csinálunk egy depót, ezt meg elegánsan csak ide lett dobjuk. És készen vagyunk, hát itt még egy picit csinosítunk rajta, mert ez ide nem kell. És kész vagyunk. Hát nem optimális, maradjunk annyiba. Meg nem is szép, főleg. Tehát ez van. Jó, akkor ide azért nem ártana még kaját is hozni. És akkor ezt pedig innen oldjuk meg. És akkor ezt a depót meg ide rakjuk. Ez is rettenetes. De hát mindegy. Jó, és akkor ide kell, mit termel ez? Búza és állat. Oké. És akkor állatszállító. És gabona szállító. Hát azt mondja, hogy állatot 20 ton, nem, 25 állatot tud. 72, meg 30 tonna búza. Hát akkor ebből kell a több, gondolom. Micsoda számítások mennek itt? Ja. Ebből veszünk mondjuk kettőt, ebből meg négyet. Aztán majd meglátjuk, ki kell ezt is tapasztalni. Jó, na, és ez az a vonat. És akkor innen kell jönni ide. Telerakod, kirakod. Mehet. Ez is megvan. Jéj, ünnepelünk.
Oké, és akkor innen meg az árut kéne elszállítani, de azt hova? Házak. Tehát csak ide behordom a városba és kész. Nem emlékszem erre a részre. Termel. Nem. Elfogad áru. Hát akkor behordom ide teherautóval. Micsoda logisztika. Minél messzebbre, minél gyorsabban. Akkor ne ide hordjam. Értek mindent. Tehát akkor valami, mit tudom én, ide ebbe a városba? Már mondjuk ez sincs túl messze. Mondjuk ha gyorsan, akkor vonattal. Gondolom. Mert ez azért nem olyan nagy távolság. Vagy ide. Utas levél áru. Hát és akkor ide még akár utasokat is hordhatnék. De nem látom. Opa. Mondjuk nem segít. Oké, így. Na, és akkor ide szállítok utasokat is. Na, de honnan? Jó. Innen kéne. Ó, akkor ezzel megint hackelni kell egy kicsit. Azt mondja, hogy az önkormányzat nem engedélyezi. Hát akkor megint... Ah, megint rossz a renoménk. Ültessek fát? Hát igen, stop soros amúgy ezt kéne. De csak itt jött a tip kekerényítő, hogy egy csomó fát kell ide letenni. És abból jobb lesz. Na most már közepes. Hát mondjuk a hatókörbe kéne valószínű. Hát igen, mondjuk itt van ilyen, hogy újítsam fel utakat. Egy jó közbesz, igen, az mindig jól jön. Hát ezek drága dolgok nagyon. Szobor építetése a vállalat tulajdonosának. Hát na, és ha most a helyi utakat helyreállítom, hogy legyen egy reklám hadjárat. Semmi nem történt.
Hát ennél több fát már nem tudok ültetni. Hát most már kicsit javult. Hova? Na jó, hát ha most már engedik. Nem. Ja, vonat van. Na most már jó, oké. Hát ennyi volt. Kicsit meg kellett dolgozni a helyieket, de most már rendben van. Jó, na és akkor... Oké. Mert ez lesz az a sín, ami majd oda megy. Így van. És akkor ide még egy depót ledobunk, hogy biztos, ami biztos. Hát, hogy a kekerény úgy néz ki, hogy akkor ez a tuti. Na, és akkor... Hű... Oké. Na gyerünk. Hát, hogy kéne itt elhozni? Mondjuk ilyen hegyvidéki map lehet, hogy még jobban kitugott volna velünk. Alagutat még nem építettem. Semmi értelme. Ez olyan, mint az M6-os autópálya. Azon is van alagút. Hova jövünk? Ide? Hát, nem biztos, hogy a támogatás volt ott a fő szempont, de való igaz, hogy valami pénzügyi okai voltak. Jó. Na, és akkor most kéne úgy valahogy megoldani, hogy én még egy sín nem akarok, tehát még egy sínpárt nem akarok, hanem ilyen parkolópályákat, vagy hogy mondjam, hogy két vonat is tudjon közlekedni egyszerre. És akkor az hogy lenne jó megoldani? Mondjuk itt akkor még egyel több kéne. Vagy esetleg ide is rakni egy szemafort elé. Mondjuk így, és akkor ide rakni egy szemafort. Gondolom, meg akkor ide is.
Bonyolítom az életem fölöslegesen. Na akkor az egyik, tehát mit tudom én, szállítanék utasokat, meg árut. Amit azt egy vonattal nem lehetne, csak... Így járjunk két vonat. És akkor gondolom, ide is kéne egy ilyesmi. És akkor ide is egy szemafort. Ja, e simán ezt, akkor. És akkor ezt ide, gondolom. Meg ide. Na, ha itt jön a vonat, akkor megáll. Gondolom. Azért kicsit olyan bonyolultnak érzem ezt a szemaforozást itt, bár nyilván egy bonyolult dolog alapvetően. Csak rakod oda is. Nyilván ha itt áll éppen egy vonat, akkor ne okozzon problémát. Jó, hát meglátjuk. Akkor meg kéne egy depó. Nem tudom, hogy ezt itt... Ennek semmi értelme ide rakni. Akkor oda nem is rakunk. Na, és akkor kéne egy vonat. Ez az igen, ami árut szállít. Kéne egy vonat, ami embert szállít. Személyvagon. Meg ugye itt mintha lenne, nem, csak utas van. De itt miért nincs áru? Ja, ez nem fogad... Jó, ez nem a fogadó oldal, oké. Tehát fogad utast, és ennyi. Ez nem. Ez nem backseat, segíteni lehet. Tehát az mindig jó. És akkor rakjak ide is, azt mondod. Jó. Akkor, amíg mielőtt elfelejtem, akkor rakok em ide is. Én mondom, hogy nagyon régen játszottam én ezzel, tényleg a 90-es évek második felébe. És hát, és ugye ez azért sokban más is, mint a... Nem is volt szerintem ennyire túl bonyolítva talán ez a jelző. Nem azt mondom, hogy ez baj, hogy sok opció van, csak szerintem akkor még ez nem volt ennyi, bár hát a fene sem emlékszik rá. Na, akkor kéne egy személyszállító. Hát van ez a dízel, ez nem tudom miért érdekes. Hát igen, kekerény, én is így emlékszem. Hát akkor szerintem lesz ez a sima vonat. Gondolom. És akkor ilyen személyvagon. Shit. De miért odarakta? Azt hittem, hogy nem. A hirtelen megijedtem, hogy nem lehet... De miért nem... Hát csak fog működni. Na meglátjuk. Jó, na akkor itt van nekünk egy vonat.
innen kéne ide. Ez ugye az áruszállító. Ezt meg is indítjuk. Hol vagyunk? Itt vagyunk. És akkor itt pedig ugyanígy ide, és ide. Na, megint eltévedtem. Oké, csak itt most töltünk és kirakodunk, és töltünk és kirakodunk. Mert ugye utasokat szállítunk. És megy. Szuper. Egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Itt a másik vonat nagyon jó, úgy tűnik működik. Hát mondjuk várjatok már. De most nekem acélt meg kaját kell szállítanom. És ezek most egymásra fognak várni. Mondjuk most bepörgött a termelés. Á, és itt lesz szívás, mert az ott megáll. És nem hozza az árut. És mivel nem tudja bevinni az árut, ezért itt fog állni. És amiatt, értitek, így egymásra várnak. Semmi gond. Akkor lehet, hogy itt nyitunk még egyet, hogy ide be tudjon állni, ha más nem. Viszont akkor ide is kell szemafort tennünk. Hát a fene se tudja, hogy ez így jó-e. Mindjárt kiderül. Hát végül is beállt oda. Jó, kipakol. Jó, hát talán most lesz jó, csak ez meg így akkor... Jó. Jónak tűnik. Jónak tűnik. Szuper. Oké. Hát... Ez remek. Jó, közben nézem a pénzügyeket. Írdatlan pluszba vagyunk. Minden fasza. Oké is. Na. Hát azért van még itt mit tenni, mert van itt egy csomó dolog. Hát itt lehet, hogy ezt az áruszállítást itt akkor úgy tűnik, hogy megoldottuk. Esetleg még annyit megnézek, hogy... Hát mondjuk a másik irány az még nem érdekes. Már itt az utasokra vár. Lehet, hogy azt kéne még, hogy ne várjon az utasokra, de mindjárt majd... Ez itt kipakol, most gondolom. Szuper. Jó. Na, tényleg elég jó Dellát hozott. Kösz a tippet. Oké, és na. Hát megnéztük ezt a játékot is, viszont mára megállunk, mert most már azért ránk esteledett, úgyhogy tényleg most már úgy megállunk, mert kezdek elfáradni, azért hosszú volt a hét. Hát a feeling az még mindig megvan azért a játékban, azt azért abban azért megegyezhetünk.
Hú, ezt még megmutatom, csak meg így, mondom, elmentem már a játékot, és így. Tehát azért a feelingje megvan, hogy elképesztő még meghajtó nevek, meg ilyenek. Nem az ilyen, hogy autószév, meg checkpoint rendszer, meg ilyenek. Nem. Jó, elmentem. Oké. Na, szóval tényleg elképesztő nosztalgia élmény. Tényleg szuper, és szerintem így elsőre, amennyire eddig láttam, jól is sikerült ez a open source ilyen, hát remake, talán mondhatjuk azt, ilyen community remake. Úgy nagyjából visszahozza a régi emlékeket, de azért régen volt ez tényleg, hát 94 volt az alapgame, azért ez nem most volt. Úgyhogy tehát az eredeti verzió az tényleg régen volt nagyon. Jó. Na, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Köszönöm a follow-okat, subokat, csíreket, donéteket, de tényleg legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Nem tartom kizártnak, hogy játszunk még vele. Tényleg nagyon hangulatos, nosztalgikus élményt nyújtott. Én kívánok nektek további szép estét, kellemes hosszú hétvégét, és hát majd találkozunk jövő héten. Na, szevasztok!